Köszöntöm nézőinket, Jelics Fanni vagyok. Önök a Tolnatáj Televízió Dombovári magazinját látják. A következő műsorokkal készültünk. Szaka Szabolcs, fiatal tehetség került be Dombováról a közép-európai országok válogatott versenyére. Közösségi nap versenyeztek a Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum dolgozói Dombováron. Baptista tevékeny szeretett misszió. Dombováron idén is sor került a tanszerek kiosztására a rászoruló családoknak. Másképp fotópályázat, profi, illetve amatőr fotósok képeit zsűrizték. Ismét egy dombovári fiatal, aki az úszásban ért el nagyon jó eredményeket. A fiatal Szaka Szabolcs, aki még csak 15 éves, mesél erről a küzdelemről bővebben. Elszánt és kitartó munkája meghozta gyümölcsét, így bekerült a magyar válogatottba. A közép-európai országok válogatott versenye július elején zajlott. Szabolcsal édesanyja szerettette meg az úszást, ugyanis már 2 hónapos kora óta folyamatosan vitte a foglalkozásokra, azóta intenzíven úszik a fiatal, és egyre feljebb lépdel azon a bizonyos langrétrán. Voltam már országos dobogós, 3-szor is, voltam diákolimpiai országos bajnok, de igazából aminek nagyon örülök, hogy tényleg bekerültem a válogatottba, mert ehhez az adott versenyszámban az első kettőben benne kell lenni az országba, úgyhogy ez a legjobb most jelenleg. Ebben az úszodában 10 éve úszok. Az eredményeim igazából, amire legbüszkébb vagyok, az talán az, hogy benne vagyok a serdülő válogatottban, és kiutazhattam velük egy 3 napos versenyre Belgrádba. Ez a közép-európai országoknak a válogatottai voltak ott, és ott lettem 6. például, a magyarok közt első. Itt erről azt kell tudni, hogy minden egyes versenyszámból 2 gyereket úszhatnak a magyarok, meg mindegyik ország, és úgy lehet kijutni, ha benne vagyunk a top 2-be. Az eredmények azok mindig jók, tehát mikor elérek valamilyen nagyobb eredményt, és elérem a céljaimat, azok mindig adnak motivációt, hogy fölkeljek reggel 5:30-kor, és beleugorjak 6-kor a vízbe, meg délután is edzek, úgyhogy ezek nagy motivációt tudnak adni. A fiatal elmesélte, kik készítették fel a versenyre, és hogy mikor kezdték az alapozást a versenyre való felkészülésre. Makatics Péter, ugye az edzőm, meg hát igazából mindegyik edző, mondhatom itt Nagy Rolandot is, vagy Fehérvári Leventét, Fehérvári Robertet, ők voltak az edzőim, meg most is, igazából ők. Van egy fő alapozó szezon, azt elkezdjük év elején, és még nem jön egy nagy verseny, addig ezt csináljuk, és utána jönnek a gyorsító edzések, mikor így rövidebb sprinteket úszunk, utána pedig lekönnyítünk, és jön a verseny. Szabolcs a mindennapjait napi többszöri edzéssel tölti, és hatalmas motivációt ad neki a kitűzött cél elérése. Hát nagyon boldog vagyok, hogy ezt elértem, de hát menni kell előre, úgyhogy itt még nem állok meg, és az a cél, hogy bemaradjak a válogatottban, minél több versenyre kimehessek, és minél jobb időket ússzak. Amennyi időm marad edzés után, azt tanulok, és hát nem tudok panaszkodni magamra, mert egész jól megy még a tanulás is ez mellett, úgyhogy viszonylag megy. A dombóvári I.S. Gyula gimnázium tanulója elmondta, melyek azok a versenyszámok, amik leginkább erősségei az úszásban, beszélt többek között arról is, hogy nem sok ideje marad másra az úszáson kívül, valamint az étrendről. Igazából régebben én hosszú gyorsos voltam, tehát hosszú távon úsztam gyorsan, utána jött egy vegyes úszó időszakom, és akkor most tartok ott, hogy háton úszok és sprinteket legfőképp, tehát 50-100 hát, meg hát igazából ami 50, az minden jöhet, tehát úszok gyorsot is mellett is, meg pillét is, de igazából hátúszónak hallom magam. Hát ebbe úgymond szerintem bele kell tanulni, hogy ezt össze lehessen egyeztetni az élettel, mert nem sok szabad időm van egy nap például, sőt egy héten sem, mert mikor hétvége van, akkor igaz, hogy nincs edzés, de általában verseny van, és hát ez így elég sok lemondással jár, de szerintem megéri, mert azok az eredmények, amiket szerzek, azok szerintem kárpótolnak, úgyhogy szerintem megéri. Hát én igazából alapvetően még talán egy kicsit erősödnöm kéne, úgyhogy eszek amennyit tudok, de külön étrendem nincs, annyi, hogy
tehérjeport szoktam még inni. A tehetséges úszó megy tovább, és nagy erőkkel készül a következő megmérettetésre. A Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum csapatépítő napot tartott Dombóváron. A rendezvényen, amelyen különféle feladatokat kellett megoldani, mind a 8 iskola munkatársai részt vettek. Először lép fel az első kettőre, szerintem. De én nem értek a lovakhoz. Mindig a legfelsőn állj. Jó kell neki, hogy jól meg kell fogni. Nem így, ahogy értem. Súlypont, vigyázz a súlypont. Hogy szeretnéd? Hagyományteremtő szándékkal indították el 3 évvel ezelőtt a programot. Dömötör Csaba, a Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum kancellárja számolt be az eseményről. Nagyon fontos, hogy időnként együtt legyünk, és a 8 iskola, akik együtt dolgoznak itt a centrum keretein belül, megismerjék egymást, és az itt dolgozók egy kicsit kötetlenek formában is ismerjék meg egymást. Iskolák között is, iskolán belül is, mert azért ennek van egy ilyen csapatépítő jellege. A harmadik éve működünk, és van egy másik nagyon fontos és kiemelt célunk, ami pedig arról szól, hogy minden évben olyan helyre menjünk a megyében, ami valamilyen szempontból érdekes, izgalmas lehet. Meg kell ismerni mindenki számára. Így voltunk első évben Faddomboriban, tavaly a Györkönyi Pincefaluban, és most itt vagyunk Dombováron, a Szigeterdőben. Ilyen nagyon imponens helyen, a Kossuth szobor csoport árnyékában mondjuk így mellett, ami nagyon-nagyon fontos, egy ikonikus helye Dombovárnak, és én azt hiszem, hogy nagyon fontos az is, hogy az itt dolgozók, akik nálunk a szakképzési centrumban dolgoznak, megismerjék ezeket a helyeket, hogy később akár a családdal, vagy akár a tanítványokkal is el tudjanak ide jönni, és egy picit ismerjék meg a megyét is. Mai nap során nagyon sok közvetlen, kötetlen program van, elsődlegesen csapatépítésről szól ez a nap. A kollégák tudnak élőcsocsózni, nyomozós játékban részt venni, és még számtalan egyéb olyan lehetőség van, ami tényleg csak arról szól, hogy érezzük jól magunkat, érezzék jól magunkat, és hogy a csapat az csapattá kovácsolódjon, amennyire lehetséges. Mind a 8 iskolából itt vannak, ezt úgy szervezzük minden évben, hogy utaztatjuk a csapatot, buszokat rendelünk, és buszokkal hozzuk a helyszínre, visszük haza. Itt biztosítjuk a teljes napi ellátást, étkezést és az egyéb lehetőségeket. Hozzátette, jövőre is hasonló programokat szeretnének szervezni. Egyelőre ennek a közvetlen konkrét terve nincsen, meg az biztos, hogy a negyedik helyen egy teljesen új helyszín lesz, biztos, hogy a megyében, és biztos, hogy egy olyan helyszínen, amit érdemes ismét megnézni, hogy ez most éppen a megyének melyik része lesz, az majd az a kis táb, aki ezt egyébként hivatott átgondolni és megtervezni, ő erre majd tesz egy javaslatot, és hát szerintem egy-két hónapon belül már ez is eldől. Az eddigi tapasztalataink azok mindig azt mutatják, hogy jól érezték magukat a kollégák. Első alkalommal még nagy volt a várakozás, nem tudták, mire számítsanak, nem tudták, hogy mi fog történni. Pozitív volt nagyon az első éves visszajelzés. Tavaly egy nagyon izgalmas helyszínen voltunk, ami olyan szempontból izgalmas, hogy azért egy pincefalu az nagyon kevés van országosan is, és a Györkönyi Pincefalu az egy ilyen kis gyöngyszem, egy ilyen kis eldugott gyöngyszem mondjuk így, és mindenki rácsodálkozott, hogy ó, ebben a megyében ilyen csodák vannak, igen, ebben a megyében pontosan ilyen csodák vannak. Ezért ott is egy nagyon pozitív érzéssel jöttek el a kollégák. Én azt várom, hogy itt is az lesz, hiszen ez meg egy nagyon egy más szempontból impozáns környezet. Gyönyörű ez a park, gyönyörű ez a helyszín. Kicsit a történelem szele is lengedez itt, ha körbenézünk. Én nagyon hiszek abban, bízom abban, hogy az idén is pozitív lesz ez a visszajelzés. Pintér Szilárd, a város polgármestere is részt vett az eseményen. Mindig nagyon büszke vagyok rá, hogy a Szigeterdőben megyei rendezvényeket tudunk tartani, hiszen azért évről évre több megyei rendezvény került megrendezésre. Azt gondolom, hogy a környezet nagyon méltó, ugyan a természet nem a legszebb arcát mutatja, mint a megnyitomban is mondtam, hiszen kicsit ilyen őszi hangulat van, már leestek a fáról a levelek, de hát remélem, hogy mindezek ellenére az ide érkező 400 szakközési centrum dolgozó nagyon jól fogja magát érezni. Mi napok óta készültünk erre a rendezvényre, megpróbáltunk magunk körül rendet rakni, hiszen mindenki, amikor vendéget vár, akkor megpróbál kitenni magáért, mi Dombováron ilyenek vagyunk.
Ez egy olyan emlékhely napjainkra már, hiszen 1973-ban került a Sziget csoportba felejtásra a Kossuth szoborcsoport. Tavaly ünnepeltük ennek az 50. évfordulóját. Nyilván nagyon fontos, hogy 2027-ben ez a szoborcsoport 100 éves lesz, hiszen eredeti állapotában akkor helyezték ide Budapesten a Kossuth Lajos térre. Mi szeretnénk ezt a szoborcsoportot felújítani, újra gondolva újra rendezni, és már itt invitáltam most is mindenkit, hogy 27-ben, ha előbb Isten térjenek vissza Gombavárra, és nézzék meg a falaitott szigeterdőt. Molnár Gábor testnevelés szakos tanára Tamás Iváyi Péter szakképzőiskolából érkezett. Az volt a feladat, hogy a rekeszekből kellett minél magasabb tornyot építeni, úgyhogy be voltunk kötve egy ilyen beülőbe, és egy ember segíthetett alulról, aki adogathatta fel a rekeszeket, és minél magasabbra kellett fölrakni, 13-at, azt mondta az úriember, 13-at lehetett volna fölrakni maximum. 9 sikerült. Egy 9 állomásos versenysorozaton megyünk végig, 4 állomáson vagyunk jelenleg túl, és egy ilyen izgalmas feladat áll itt előttünk, aminek még nem tudjuk, hogy pontosan hogyan fog zajlani, de logikai, ügyességi és sportvetélkedő együtt tartalmazza igazából ezt az egész 9 állomást, nagyon izgalmasnak ígérkezik. Nemrég jöttünk és belecsöppentünk rögtön ebbe a versenybe, úgyhogy igazából most így a csapat fele van itt ebben a versenyben, mi egészen, hogy egészen jól érezzük magunkat, sokat nevettünk már eddig is, jók a feladatok. A csapat másik fele meg gondolom nagyon szurkol nekünk. Mindenképpen azt gondolom, hogy összekovácsolja a csapatot, így az intézményi szinten, és akkor nagyon várjuk a délutáni fordulót, ahol intézményközi versenyek lesznek, és akkor még több embert tudunk megismerni a kollégák közül. A szigeterdőben közel 400 fő mélyre tette meg magát a különböző ügyességi feladatok során. A Baptista Tevékeny Szeretet Misszió és a Dombóvári Új Esélyközpont közös összefogása révén idén is tanszereket adományoztak a rászoruló családban az iskolás gyermekeknek. Nagy az összefogás iskola kezdés előtt Dombóváron a Baptista Tevékeny Szeretet Missziónál. Akik részesei ennek az Új Esélyközpontnak, mindenki részesült ebben a segítségformában. Nagyon fontosnak látjuk azt, hogy olyan nehéz helyzetben levő családokat, akik tényleg komoly anyagi problémákkal küzdködnek, hogy legalább ilyen módon tudjuk őket segíteni. Ide hoztunk most 30 csomagot, ami ma szétosztásra fog kerülni, de egyébként már negyedik éve folyik a BTSZ-en belül ez a úgynevezett tanszer adománygyűjtés, aztán szétosztás. Idén 1000 csomagot készítettünk önkénteseinkkel együtt, és idáig kb. 2000 családot tudtunk segíteni az elmúlt években. Alapvető dolgok így van. Én magam is benne voltam a tanszer csomagok összeállításában, és nagyon figyeltünk arra, hogy olyan csomagokat állítsunk össze, amiket mi is szeretnénk kapni. Ez az alkalom nem csak azoknak csal az arcára mosolyt, akik kapják a segítséget, hanem azoknak is, akik adják. Igazából azért vagyunk itt, meghívott a Baptista Szeretett Szolgálat, hogy jelen legyünk a csomagok átadásánál. Ez egy nagyon-nagyon nagy segítség a szülőknek, hogy iskolakezdésre kapnak a gyerekek támogatást, de én úgy gondolom, hogy ez nem csak a szülőknek, a gyerekeknek is élmény, hogy figyelünk oda rájuk. Nagyon nagy öröm számunkra, hogy a Baptista Szeretett Szolgálat már évek óta fölvállalja a nehéz sorsú embereknek a gondozását, odafigyelését, és ez egy külön kis aranyos kis rendezvény, hogy a gyerekekkel együtt a szülők átvették ezt a csomagot. Valójában 19-ben, amikor megnyertük az önkormányzati választást, akkor a polgármester úr fölkért Humán Bizottság elnökének, amit elvállaltam, és azóta odafigyelünk a szociálisan rászoruló nehéz sorsú embereknek a gondozására, támogatására. Ezt átvette tőlünk nagy részben ezt a fajta tevékenységet a Baptista Szeretett Szolgálat, és ennek ezért külön hálásak is vagyunk. Ez egy nagyon nagy feladat és emberpróbáló munka, én úgy gondolom, amit nagyon-nagyon ügyesen, nagyon jól csinálnak. Nem csak ilyen alkalmakon, egész évben folyamatosan gondozzák azokat az embereket, akik rászorulnak lelki segélyre, vagy akár szociális segélyre. Pintér Szilárd Dombóvár város polgármestere örül, ha a gyerekek majd boldogan kezdik meg az idei tanévet. A Baptista Szeretett Misszió jóvoltából az idei évben már harmadszor került sor tanszerosztásra itt az Új Esély Központban Dombováron. Nyilván ez örömteli pillanat a gyerkőcöknek, a szülőknek és a városvezetésnek is, hiszen nem vagyunk magunkra hagyva, nem vagyunk egyed, akik tudnak segíteni a rászorulókon. Remélem, hogy a jó példa ragadós, hiszen évek óta már a Nagycsaládosok Egyesülete, Baptista Szeretett Misszió. Nyilván itt a máltaiak szerepvállalás és nagyon fontos Dombovár életében teremtett egy olyan szociális hálót,
amelyen megteremtődik annak a feltétele, hogy mindenkinek tele lesz a táskája, tankönyvet megkapják ingyen, tanszereket nyilván különböző csatornákon keresztül, és remélem, hogy hétfőn mosolygó gyerekek indulnak majd az iskolába, Dombaváron. A gyerekek elmesélték, milyen jó dolgokat kaptak az eseményen. Filcet, gyurmát, kaptam ilyen szövegkiemelőt, vagy hát ez a... Akkor színes ceruzák, füzetek, megkaptam még hegyezőt, radírt, és ennyi. Radírt, füzeteket, ceruzát, vonat is, fészet is, színest is. A tanszerosztás után frissítő üdítővel és szendvicssel kedveskedtek a szervezők. A Dombóvári Kulturális Szolgáltató Központ pályázatot hirdetett, melynek kapcsán profi, illetve amatőr fotósok küldhettek be képeket Dombóvárról. Olyan szokatlan témájú feldolgozású, perspektívájú fotókat vártak, amelyek különlegesen, másképpen mutatják be a települést. Augusztus 21-én zsűrizték a beérkezett pályamunkákat. A Magyar Fotográfia Napja alkalmából szervezték meg a kiállítást, amin azok a fotók fognak szerepelni, melyek különböző látószögben mutatják be Dombóvárt. Ennek az alapja egy Facebook csoporton már folyó, gyakorlatilag egy, nem is tudom, sorozatnak mondanám, Másképp című sorozat, ami gyakorlatilag egy Dombóvárról elszármazott kedves barátunk Páfalvi Józsefnek volt az ötlete, akivel egy baráti beszélgetés közben arra jutottunk, hogy gyakorlatilag nagyon sok kép forog ebben a csoportban is, meg más Dombóvárra kapcsolatos csoportokban is, viszont nagyon gyakran ismétlődnek ezek, ugyanazok az épületek, ugyanazok a természeti adottságok, gyakorlatilag ugyanabból a nézőpontból, és ő javasolta, hogy mi lenne, hogyha lenne valami gigszer ezekben, valami más látószög, valami más, valami egy kicsit kreatívabb. És én akkor így magamra vettem ezt a javaslatát, és ahogy jártam-keltem ugye itt Dombóváron, akkor észrevettem magamon, hogy milyen jó, hogy ezt ő nekem súgta, és hogy teljesen máshogy néz az ember körbe azon a helyen, ahol él. És én nagyon inspirálódtam ettől az ötlettől, és egyre gyakrabban előkaptam a telefont, és hát mindenféle szakmai tudás nélkül, saját kényemre, kedvemre készítettem ezeket a kis képeket, amiket aztán ebben a bizonyos csoportban mindig meg is osztottam. És sőt, voltak, akik aztán ők maguk is elkezdtek nekem ilyet küldözgetni, azt is kitettem, és akkor úgy éreztük, hogy mi lenne, hogyha megszólítanánk a dombóváriakat. Ez történt most meg a nyár elején. Felhívást tettünk közzé, azzal a megkötéssel, hogy valamilyen módon másképpen készült dombóvári felvételeket várunk, akkor és gyakorlatilag semmilyen megkötésünk nem volt, annyi, hogy maximum 3 képet küldjön be egy jelentkező, és nagy meglepetésünkre és nagy örömünkre igen sokan jelentkeztek, tehát itt a nyári uborka szezonban ez nagyon nagy meglepetés volt számunkra, hogy itt aktivizálódtak a dombóváriak, és küldtek igen sok képet, most ugye per pillanat a zsűri pont most pontozza és fogja eldönteni, hogy ezek az amatőr és profi képek, ezek hogy állják meg az ő elvárásaikat, és hát, hogy ki lesz a nyertes. Csak a kiállításon fog kiderülni, hogy kik a helyezettek. Tehát mindenkinek nagyon hálásak vagyunk, akik vették a fáradtságot, beküldték, és gyakorlatilag azt gondolom, hogy ők maguk is profitáltak abból, hogy más szemmel néznek a városra. A pályázat díjkiosztójára és a nyertes képek kiállítására a Magyar Fotográfia Napján augusztus 29-én ünnepélyes keretek között kerül sor a Művelődési Ház előtermében. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, Önök a Tolnatáj Televízió Dombóvári magazinját látták. Viszontlátásra!